A Matyarán Speedwayringen beindult az élet, az elmúlt időszakban egy lengyel csapat és több magyar motoros is itt tréningezett, a pálya pedig az egyik legrangosabb versenyére készül. Május 14-én itt tartják az egyik SEC Challenge fordulót, előtte Ausztriában, Olaszországban, Lettországban és Debrecenben lesz egy selejtező. Az innen tovább jutó motorosok harcolhatnak majd azért a szabolcsi pályán, hogy bejussanak az EB döntőjébe. Az első öt kvalifikálhatja magát a fináléba. Nagy az érdeklődés, nézők irányából, aztán nagy az érdeklődés a média irányából. Élő közvetítés lesz tehát a versenyről, illetve tehát akik tovább jut az öt versenyző, meglepetés csomag is lesz, mert maga a promótere a versenynek, tehát olyan meglepetés csomagot fog átadni, amiben döntőben már abban az uniformisban, vagy abban a kabátban, abban a szerelésben is meg tud jelenni, illetve kért tőlünk olyat a promóter, hogy rendezzünk már neki be egy stúdiót, ahol ő tud fotózni. Tehát egy sötétített, tehát egy boxból ki fogok alakítani egy olyan helyet, ahol kimondottan fotózásra, vagy bármire, amit akar a média, ott akkor megtudja, mert ne a mi sajtófalunk mögött, mert azt úgysem vállalná be, nekünk megtiszteltetés lenne, de ő egy ilyen stúdiót kér tőlünk, illetve rádió közvetítéstől kezdve, tehát sok érdeklődő van média irányából, már a versenyre. 2019-ben rendezett már hasonló versenyt a Speedwayring, akkor az orosz Grigori Lagutát nem lehetett megállítani, minden futamát megnyerve győzött, megelőzve a francia Bellegót és a cseh Miliket. Most is komoly mezőny várható, sőt, 9 éves fennállás a legrangosabb viadalát szeretné megrendezni a pálya. Ráadásul ez az utolsó előtti verseny lesz a létesítményben. Az őszi páros EB verseny után a Nagyhalász Speedwayringen nem rendeznek több salakmotorversenyt. Így aki szeretne élőben látni olyan motorosokat, akik közül többen a világ elitjéhez tartoznak, annak érdemes május 14-én kilátogatnia a pályára.